Jó estét kívánok! Október 28-a péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Saját beruházásként újította fel régóta üresen álló csarnokát a Győri Állatkert. A több mint 700 négyzetméteres közösségi tér egész évben rendhagyó játszóházként működik. Megtartották a Testvérváros Testvérosztály nevű projekt ünnepélyes díjkiosztóját. A program célja az volt, hogy a helyi iskolák a testvérvárosok diákjaival közösen dolgozzanak. A távhőszolgáltatás napja alkalmából nyílt napot tartott a Győr-Szól távhőszolgáltatási igazgatósága. A résztvevők megnézhették, hol termelik azt a hőt, ami csaknem 25 ezer győri lakást fűt. Saját beruházásként újította fel régóta üresen álló csarnoképületét a Szantusz János Állatkert. Az egész évben használható több mint 700 négyzetméteres közösségi tér hiánypótló beruházás a régióban, rendhagyó játszóházként funkcionál és várja a családokat. Ha valaki ellátogat a különleges játszóházba, a dzsungelbe érkezik, ahol az ugrálóvárak, a hatalmas játéktér és a mászó elemek mellett egy-egy fajt test közelből lehet megcsodálni, sőt meg is lehet simogatni őket. Az energiatakarékos fűtésű játszóház az állatkert nyitvatartási idején túl is nyitva lesz. A hajó horgonyát dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere eresztette le, majd az állatok is jelképesen partra szálltak Madagaszkáron. Andréka igazgató úr mindig meglepetéssel szolgál, és fantasztikus, hogy milyen szisztematikusan és átgondoltan fejleszti a Győr egyik legfontosabb és a leglátogatottabb turisztikai látványosságát, az állatkertet. Úgyhogy most egy játszóház átadásán vagyunk, ami egy tematikus játszóház, tehát egy hajó vagyunk tulajdonképpen, ahol a Madagaszkár szigeteinél köt ki éppen. Nem csak a győri állatkert fejlődése töretlen, Gyárvárosban is számos meghatározó fejlesztés valósult meg az elmúlt két évben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2019 vége 2020 elejére beértek azok a beruházások, amelyel már azt tudjuk mondani, hogy Gyárváros is egy bezzeg városrész lesz, hiszen nagyon-nagyon sok beruházás valósult meg több milliárd forint értékben, és azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3 év, ez egy sok éves munkának az eredményeként beérett, és végre Gyárváros is elérte azt a színvonalat, amit az itt élők igényelnek. Gondolhatunk itt az iparút felújítására, vagy akár az állatkert fejlesztésre, de akár egy kisebb közösségi tereknek a létrehozására is. Tehát elkezdtünk foglalkozni a városrésszel, az itt lakók, én azt gondolom, ezt értékelik, mi pedig azt köszönjük nekik, hogy mindig türelemmel vannak az ilyen beruházások iránt, és együtt élnek ezekkel, hogy aztán a végén tudjuk érvényesíteni, élvezni a gyümölcsét. Az új télen-nyáron egyaránt használható több mint 700 négyzetméteres közösségi tér hiánypótló beruházás a régióban, amely lehetővé teszi a látogatási szezon elnyújtását, és az őszi-téli hónapokban is teret biztosít a családoknak szabadidejük, közös élményekben gazdag, minőségi eltöltésére. Az időjárást nem szab határt a kalandoknak. Ebben az öreg csarnokban, ami azért egy nagyon-nagyon híres, nagyon-nagyon kedvelt csarnoka volt a győrieknek. Volt ez pingpongcsarnok, aztán utána volt egy sötétebb időszak, ahol sok-sok egyéb mezőgazdasági tevékenység folyt itt. Aki ismeri a történelmet, ismeri Győr múltját, kapcsol erre a kétértelmű kijelentésre, és átkerült az állatkerthez. Az állatkert idejében, az első egy-két évben ezt a csarnokot mi arra használtuk, hogy a csimpánzházat, amikor átalakítottuk, a zsiráfházat, amikor átalakítottuk, akkor ez volt a karantén háttér. Ide tudtuk áttenni azokat az állatokat, akiknek idegenesen el kellett hagynia az élőhelyét az átalakítások miatt. Az átalakításokkal végeztünk tavaly júniusban, és azóta álmodozunk, hogy mi legyen a csarnok sorsa. És ez akkor vált egyértelművé, amikor a gyereknapon volt egy üres csarnokunk, betettünk pár légvárat, felfújtuk, és olyan hihetetlen sikere volt, hogy akkor vált egyértelművé, hogy oké, játszóház formájában üzemeltetjük tovább. De ez nem is igazán játszóház, ez egy mesebirodalom. Tehát ide a gyerekek természetesen a megváltott belépőjeggyel, külön ellenszolgáltatás nélkül bejöhetnek. Az igazgató azt is elmondta, hogy dicséret illeti az állatkert munkatársait, ugyanis az elmúlt hónapokban rengeteg energiát és időt fordítottak arra, hogy a játszóház elkészüljön.
Megtartották a testvérváros testvérosztályá nevezésű projekt ünnepélyes díjkiosztóját. A legügyesebb diákok oklevelet és tárgyutalmat vehettek át a városházán. A projekttel a győri önkormányzatnak az volt a célja, hogy a helyi iskolák a testvérvárosok egyikében vegyék fel a kapcsolatot egy ottani intézmény valamelyik osztályával. A pályázat lényege az osztályok együttműködése volt, ami által a fiatalok gyümölcsöző kapcsolatokat is tudnak építeni. Teltház volt csütörtök kora délután a győri városháza dísztermében. Itt tartották ugyanis a testvérváros testvérosztály elnevezésű projekt és a Mystery Skype talált ki hol vagyok című játék díjkiosztóját. A projekttel a győri önkormányzatnak az volt a célja, hogy a helyi iskolák a testvérvárosok egyikében vegyék fel a kapcsolatot egy ottani intézmény valamelyik osztályával. A pályázat lényege az osztályok együttműködése volt, ami által a fiatalok gyümölcsöző kapcsolatokat is tudnak építeni. A diákokat Szelesz Szabolcs alpolgármester köszöntötte. Győrnek tudjátok, rengeteg testvérosztály vagy testvérvárosa van, amire mi büszkék vagyunk a világ több pontján, és valóban érdekes kihívás ez, valóban érdekes dolog volt ez, hogy hogyan tudtok, hogyan lehet egyébként őket felkérni, kapcsolatba lépni, egyáltalán elérni azt, hogy reagáljanak, válaszoljanak, és úgy tudom, hogy ebből nagyon jó kis közös órák származtak, és nagyon jó közös ötletelések származtak. Én nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek, aki ebben részt vett, aki ebben az idejét rááldozta. A csütörtöki díjkiosztóra 110 diák érkezett, a Deák, a Jedlik, a Krúdi, a Págis, a Pálfi, valamint a Péterfi iskolákból. Számukra nem volt ismeretlen a projekt, hiszen hasonlót korábban már szervezett a győri városvezetés. A 750 éves emlékév kapcsán a rajta lógunk pályázatnak is nagy sikere volt a diákok körében, és nem ezek voltak az utolsó fiataloknak szóló projektjei az önkormányzatnak. Vannak még ötleteink. Nem szeretnénk mindent titkunkat elárulni, de vannak még olyan gondolataink, hogy a következő években milyen, vagy a következő időszakban milyen olyan lehetőségek vannak, amin be tudunk vonni benneteket a közös gondolkodásba, mert egyébként hittel hiszi polgármester, és hittel hiszük azt, hogy a fiatalok, a diákok nélkül nincs győri jövő, nélkületek nem lehet olyan közös stratégiát, olyan közös gondolkodást megalkotni ebben a városban, ami megkerülni a ti világotokat. Szelesz Szabolcs hozzátette, nagyon fontos, hogy személyes kapcsolatok szülessenek, és a fejlődésben nagy szerepe van a versenyeknek is, hiszen az életben számos olyan helyzet adódik, melyeket valahogyan meg kell oldani. A távhőszolgáltatás napján az erőművek éjszakájával egybekötve nyílt napot tartott a Győr-Szol távhőszolgáltatási igazgatósága Rozgonyi utcai telephelyén. Az eseményen résztvevők megnézhették, hol termelik azt a hőt, ami a távhőhálózaton és a hőközponton keresztül jut el a város csaknem 25 ezer lakásába. Meg lehetett látogatni a geotermikus hőfogadására létesített állomást, a kazánokat, a hővezénylőközpontot, a gázmotoros erőművet, és azt is meg lehetett ismerni, milyen környezetbarát megoldásokat alkalmaznak a Győr-Szolnál. Stábunk a Hildiskola diákjaival nézett körbe a Rozgonyi utcában. A ködös idő sem jelentett akadályt, a Hildiskola diákjait is körbevezették a Győr-Szol Rozgonyi utcai telephelyén a távhőszolgáltatás napján, melyet az erőművek éjszakájával egyben rendeztek meg idén is. Az eseményhez Győr is több éve csatlakozik. A távhőszolgáltatás napját azt a távhőszolgáltatóknak az Egyesülete már 2014 óta rendszeresen minden évben megtartja. A Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal viszont 3 éve kezdeményezte az erőművek éjszakáját. Ez a két rendezvény egy időpontba kerül megrendezésre, és ehhez természetesen Győr is csatlakozik. És hát a mai napon azoknak, akik érdeklődnek ez iránt a hőszolgáltatás, illetve az erőmű iránt, nekik volt lehetőségük arra, hogy bejelentkezzenek, regisztrálják magukat, és gyakorlatilag csoportokba bontva mutatják be a kollégák magát a fűtőművet és az erőművet. A nyílt nap során sok érdekes dolgot láthatnak az ideérkező iskolás csoportok és az érdeklődők. Egyébként ez nagyon fontosnak ítéljük, hiszen a város tekintetében
itt a Győr-Szolon keresztül a Hőtáv igazgatósága közel 25 ezer lakást lát el hővel, valamint egy 1100 egyéb felhasználót is. Tehát nem mindegy, hogy milyen színvonalon, hogyan teszi ezt. És hát ugye a hő előállításához felhasználunk geotermiát is, hiszen ez nagyon fontos a mai zöld gondolkodásban, és a geotermiát éves szinten közel 40%-os arányba használjuk fel. A csoportoknak a régi csövek mellett az új fűtőcsöveket is megmutatták, továbbá a főkazánt is testközelből nézhették meg. Ez a legnagyobb kazánnak a szekrénye, most nem világít senki, semmi, mert mondtam, hogy ott még egy ilyen körzetvédelmi beruházás, az a füstgáz visszavetés van folyamatban, áramlatlan, itt van a berendezés, hogy itt megyünk tovább, ez az úgynevezett közös üzemi rész, ez az érintőképernyő mutatja a geotermikus energia hasznosítás. Jelenleg olyan mennyiségben áll rendelkezésre a geotermikus hő, hogy nem kell elindítanunk földgáztüzelésű berendezést. Itt leolvasható a képen, hogy 47 fokos víz érkezik vissza a város felől, abból szivattyúval kiveszünk több mint 1000 köbmétert óránként, és ami bőny felől érkezik, majdnem 88 fokos víz, ez 52-re visszahűlve melegíti fel a mi vízünket 83-ra. Ez keveredik be még némi vízzel, ami a rendszer felől érkezik, de összességében egy 80 fokos előre menő hőmérsékletet eredményez, ami elegendő ahhoz, hogy a mostani fűtési igényeket, illetve a használati melegvíz készítéshez szükséges hőt azt a fogyasztóinak biztosítsa. A hildeseket, ahogy a többi csoportot is, a telephely számos helyére elvitték. A diákok nagyon örültek a lehetőségnek. Az iskolánk szervezte ezt az egészet, és én ezt nagyon érdekesnek találom, hogy eljöhettünk ide. Jó ezt közelebbről megismerni, azt, hogy egyáltalán hogyan kapjuk mi a meleget. Kimondottan érdekesnek találom jobban megismerni azt, az egész szituációt és a gyártási folyamatot, hogy hogyan jut el ez hozzánk. Nagyon érdekesnek találom, főleg itt az ipari környezet miatt, ez engem nagyon érdekel. Az idegenvezetés nagyon jó, nagyon sok érdekességet mond az úriember. Érdekesnek találom, meg nagyon fontosnak a távhőt. Préd Antal is örömmel fogadta a sok jelentkezőt, szerint a jövő generációjának látnia kell a fűtőművet, valamint azt, hogyan állítják elő a hőt. Továbbá a zöld megoldásokat is meg kell nekik mutatni, hogy a jövőben minél többen foglalkozzanak majd ezzel a területtel. Mozgásban Migráció a kamerán keresztül címmel nyílt kiállítás a Matthias Corvinus Kollégium győri központjában. A tárlat megnyitóját és bemutatását kerekasztal beszélgetéssel kötötték össze. A beszélgetést Tárik Meszár, az MCC Migrációkutatóintézet kutatója vezette, vendégei Gyurkovics Tamás fotográfus és Jászberényi Sándor haditudósító újságíró voltak, akik Szerbiában, valamint az ugandai menekültáborban készítettek fotókat a táborok életéről, működéséről és az ott élőkről. Erős érzelmeket, pillanatokat, emberi utakat láthatnak azok, akik ellátogatnak az MCC győri központjába, Káptalandombra. Mozgásban Migráció a kamerán keresztül címmel nyílt kiállítás kedd délután, mely során egy haditudósító és egy fotográfus fényképezőgépének lencséjén keresztül láthatják a menekült helyzetet a látogatók. Rendkívül aktuális ez a téma, ugye gondoljunk csak a 2015-ös migrációs válságra, ami tulajdonképpen a mai napig nem ért véget. Nagyon sok bevándorló érkezik Magyarországra, és ugye az orosz-ukrán háború miatt is egy újabb migrációs válság alakult ki, tehát rengeteg ukrán állampolgár indult útnak, és ugye Magyarország felé több mint 1,6 millió ukrán érkezett. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ők itt is telepedtek le, de Magyarország ideiglenes menedéket nyújt nagyon sok menekültnek. Rendkívül jó ez a kezdeményezés, mivel van két fotós, akik csináltak képeket a magyar-szerb határon többek között, valamint Afrikában és különböző helyeken, és ez egy jó lehetőség, hogy beszéljünk a migrációról, hogy szélesebb közönségeket is megértessük velük a migráció háttérében zajló folyamatokat. A tárlat megnyitóját tehát egy kerekasztal beszélgetéssel is összekötötték. A migráció Tárik Meszár szerint nem fekete vagy fehér, hanem egy olyan jelenség és folyamat, amelynek számos oka lehet. Sokan menekülnek a jelenleg is zajló ukrán-orosz háború elől, de emberek milliárdjai költöznek gazdasági vagy más okokból vidékről városokba. A globális migrációs folyamatok hatásai pedig Magyarországon is jól érzékelhetőek. Gyurkovics Tamás fotográfus a Migrációkutató Intézetet több útra is elkísérte. Ebbe volt egy szerbiai látogatás, a szerbiai erdőben, Horgos és Rábé környéken, illetve az ukrán határon, magyar oldalon, a Bokcsarnok és pár befogadó állomás Budapesten.
Mit gondol ez a kiállítás, miért fontos, milyen üzenetet ad át ez a nézőknek, a látogatóknak? Több üzenete van. Szerintem az egyik elsősorban az, hogy a migrációs kérdés egy komoly helyzet, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. A másik dolog a szerbiai látogatásomból kiindulva, amit én fontosnak tartanék elmondani, hogy ha nem lenne a déli határzár, akkor a déli megyéink gyakorlatilag romokban lennének. Jászberényi Sándor képei pedig az afrikai menekülttáborok életét mutatják be. Ezek a fotók a ugandai, rwandai menekülttábornak a hétköznapjait mutatják be. Ugye ez a határon van, és a destabilizált régióból, tehát Kongóból érkeznek a menekültek. Ez egy akkora menekülttábor, mint egy város. Gyakorlatilag az Európai Unió különböző nemzetközi segélyszervezetek tartják fent. A képeken gyakorlatilag megmutatjuk ennek a tábornak a működését, hogyan működik a migráció, tehát hogyan működik a belső migráció Afrikában. Ez minket egyre inkább érint Európában, tehát hogy a migrációs számok növekszenek, és hát a képek nyilván azt mutatják be, hogy hogyan élnek ebben a táborban, egy saját rendfenntartó erő van, itt megjelennek a különböző etnikai konfliktusok, gyakorlatilag ilyenek, és ezekről szólnak ezek a képek. Gyakorlatilag itt az a lényeg, hogy próbálunk minél többet megérteni abból, hogy hogyan néz ki a migráció. A menekültektől kezdve a gazdasági migráción keresztül, ahol a jobb élet reményében indulnak el emberek, minél több összefüggést lássunk, és azt is meg kellene értenünk, hogy hogyan fog ez hatni az európai társadalmakra, különösen a közép-európaiakra, mint amilyen. Az előadás során elhangzott, hogy a nagy népmozgások korát éljük. Az ENSZ becslései szerint napjainkban mintegy 300 millió ember él születési országán kívül, ezért is fontos téma ez, melynek szívesen ad helyet a Győri MCC. A Győri MCC-nek egy nagyon fontos küldetése az, hogy hétről hétre tartson szakmai rendezvényeket. Szeptembertől megkezdtük az új szemesztert, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt időszakban is most már nagyon sok olyan rendezvényt tudtunk tartani, amely valamilyen érdekes, aktuális téma köré szerveződik. Ugye itt a mai nap folyamán a Migrációkutató Intézet munkatársai vannak itt velünk, hiszen az MCC-nek egyik fontos intézete a Migrációkutató Intézet. Ez is azt mutatja, hogy azon túl, hogy az MCC a legjelentősebb tehetséggondozó központ a Kárpát-medencében, tudásközponti szereppel is bír, hiszen nagyon sok olyan intézetünk, olyan kutatócsoportunk van, amelyek a legizgalmasabb és a legaktuálisabb témákban végeznek kutatásokat. Annak pedig külön örülök, hogy egyrésztről a győri polgárok sokan látogatják ezeket a rendezvényeket, másfelől pedig egyetemisták, illetve városi középiskolások is szép számmal el szoktak jönni hozzánk. A vezető arról is beszélt, hogy jövő héten, azaz november 3-án csütörtökön 17 órakor újságíró golyóálló mellényben haditudósítás a gyakorlatban címmel lesz beszélgetés az MCC-ben. Illat, masszázs és egyéb terápiával ismerkedhettek a Semmelweis utcai idősek klubjának tagjai csütörtökön. Az eseményen a szépkorúaknak a szakemberek olyan eljárásokat mutattak be, amiket a hagyományos orvosi kezelés mellett hatékonyan alkalmazhatnak a hétköznapokban. A program része annak a pályázatnak, amelynek konzorciumi partnere az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. A projekttel javítják a Győrújvárosban élő hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeit is. Megtelt a Semmelweis utcai idősek klubja. Az elmúlt időszakban nem ez az első rendezvény, amely felkeltette a szépkorúak érdeklődését. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a kezdetek óta részt vesz az újvárosi rehabilitációs programoknak. Ennek keretében valósul meg most itt a Semmelweis utcában ez a program, hiszen olyan nagy érdeklődés volt rá, hogy kedvezőbb ebben a klubban megszervezünk, így több idéshez tudunk elérni. Igen, egy sorozatnak a folytatása. Itt az őszi időszakban az időseknek a figyelmét több dologra próbáljuk meg felhívni. Ilyen volt a bűnmegelőzési tájékoztatók, voltak a katasztrófavédelemmel közös programjaink, akár itt a adventi készülődés kapcsán, vagy a Minden Szentek kapcsán a tűzgyújtási veszélyek, erre hívtuk fel a figyelmet, de ugyanilyen fontos volt akár a szénmonoxid mérgezésnek a veszélye való, valamint hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy ezeket a nehézségeket megelőzzék. A klubtagok most olyan eljárásokkal ismerkedhettek meg, amelyeket a hagyományos orvosi kezelés mellett
hatékonyan alkalmazhatnak a hétköznapokban. Voltak olyan kifejezések a meghívóban, amik elsőre nem biztos, hogy érthetőek voltak, de ezeket kollégáim elmagyarázták. Én azt gondolom, hogy kellően nyitottak. Talán az a legfontosabb, hogy ezeken az alkalmakon foglalkoznak az ő egyéni nehézségeikkel, problémáikkal, meghallgatják őket, már ez is oldja az esetleges nehézségeket, és kapnak olyan útmutatást, olyan alternatív utakat, amelyekkel önmaguk is tehetnek az egészségükért. Azt szokták mondani, ez a belső boldogság. Akkor jöhet. Mert hogyha elképzelik a narancsokat, hol nőnek a narancsok? Mediterrán országokban, ugye? Olaszország, Spanyolországban mindig jó idő van, Dolce Vita, Lausanne. Az aromaterápiával kapcsolatos tudnivalókról is tájékozódhattak a résztvevők. Nagyon jó kapcsolódási pont akármilyen korosztállyal az illatok, mert az illatokat mindenki szereti. Nyilván vannak olyan típusú emberek, akik kevésbé elfogadóak, és csak egy-kétféle illattal lehet hozzájuk közelíteni. Az az általános tapasztalat, hogy a citrusfélék mindenkiben pozitív érzéseket keltenek, pozitív hangulatokat, tehát azokat az embereket ezekkel az illatokkal lehet megfogni, akik kicsit elutasítóbbak. Nagyon sokféle kihívásra keresik a megoldást, akár itt az idősebb korúak is, és úgy gondolom, hogy mindenkinek fogok tudni olyan ajánlatot tenni, ami nekik megfelelő lesz. Vannak egyébként jellemző problémák, amit az idős emberek kérnek öntől, hogy segítséget kérnek? Főként ízületi problémákkal keresnek meg, gyulladásokkal, krónikus fejfájás, magas vérnyomás, és ugye az illóolajokról tudni kell, hogy nem csak külsőlegesen alkalmazhatóak, hanem ha a terápiás tiszta minőségű, megfelelő minőségű az illóolaj, akkor belsőleges alkalmazásuk is lehetséges. Nyilván ehhez terapeuta szükségeltetik, és akár komolyabb egészségügyi kihívásokat is tudunk vele javítani, nyilván kezelőorvossal konzultálva és figyelembe véve azt, hogy milyen gyógyszereket szednek, milyen diagnózisuk van, de akár vesekő, epekő, érelmeszesedés, sztrók utáni felépülés és még egyéb egészségügyi kihívásokban is segíthetnek az olajok. A nyugdíjasok aktívak voltak, szinte mindent kipróbáltak, és az látszott, hogy szívesen tanulnak meg újabb praktikákat és módszereket. Az illóolajokra az arra is vevő vagyok, mert én is használom ott fönt a lakásba. Mert valahogy vannak olyan dolgok, amikor itt kicsit izgatottabb vagy idegesebb az ember, mert ilyen van, és akkor azért úgy nyugtatnak az olyan illatok, ami ugye van ilyen a levendula főleg, az egy jó dolog. A program része annak a pályázatnak, amelynek konzorciumi partnere az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, és a projekten javítják a Győrújvárosban élő hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeit. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb november 2-án, szerdán este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.